Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök Dombóvári magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Sportág választó. A gyerekek különböző sportágakat próbálhattak ki. Kerámia. Workshopot tartottak a művelődési házban. Retrogarázs. Pódiumbeszélgetés Bújtor Balázzsal. 5 éves ciklus zártak. Ülésezett a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A Dombóvári Sportág Választó Nap egy népszerű évente megrendezett esemény, amelyet a Dombóvári Sportszövetség és a Város Önkormányzata szervez. Az esemény célja, hogy a helyi gyerekek, óvodások és iskolások különböző sportágakat próbálhassanak ki, valamint, hogy ösztönözzék a fiatalokat az aktív életmódra. A sportágválasztón több mint 1000 fiatal volt jelen, akik különböző sportállomásokon gyűjthettek pecséteket és vehettek részt versenyeken, mint például sorversenyek, szellemi vetélkedők vagy kreatív pályázatok. Számolt be Szabó Csaba, a Dombóvári Sportszövetség elnöke. Igyekszünk bemutatni, hogy Dombóvár városában mik azok a sportok, amelyek elérhetők, amelyeket a gyerekek választhatnak, kicsiktől a nagyokig, akár az idősebbek is beleértve. 3 óvoda, 4 általános és 3 középiskolának a diákjait várjuk. Reggel 8 órától kezdődött a sportágválasztó, és 13 órakor fog befejeződni. 16 sportág választotta azt, hogy kijön és megmutatja magát. Próbáljuk a gyerekeket motiválni, hogy minden több sportágot próbáljanak ki. Van mindenkinek egy ilyen kis füzetecskéje, amit érkezéskor az információs sátornál megkap, és minden egyes sportágnál, hogyha mozgott 10 percet, akkor ezt leigazolják neki. A végén, amikor távozik, akkor ezt leadja az információs pultnál. 3 kategóriába soroljuk a résztvevőket annak megfelelően, hogy kevesebbet vagy többet próbált ki, és ez alapján 3 különböző értékben 10-10 nyereményt fogunk a végén sorsolni. A Sportszövetség az 2021-ben alakult itt Dombóváron. Abban az évben már ugyanígy szeptemberben megtartottuk az első sportágválasztónkat, és hát igyekeztünk ebből hagyományt teremteni, azonta ezt folyamatosan megrendezzük, idei évben ez így a 4. alkalom. A visszajelzés az pozitív lényegében, mindenki egyfajta örömünnepet él, ugye mozgás az örömet jelent, de nincsenek illúziónk, hogy valakik, illetve a tömegek itt találják meg a sportjukat, mert ez nem lenne egy igaz. Ez csak egy lehetőség, főleg azok számára, akik iskolát váltanak, jönnek akár a falvakból be általános iskolába, vagy a falvakból jönnek be, vagy a környékbeli településekről középiskolába. Eddig valamit csináltak, és akkor itt kipróbálhatják egy helyen akár a labdajátékokat, akár az atlétikát, úszást, küzdősportokat, bármit. Gábor Balázs, a Dombóvári Z2 Egyesület vezetőedzője, kiemelkedő eredményeket ért el tanítványaival a funkcionális fitness terén. Több sportágban merítünk, igazából itt tornából, ugye az állóképesség részből a futás, úszás, evezés, kerékpár, ugrókötél. Vannak a saját testsúlyos gyakorlatok, ugye ezek a tornából, akkor van nálunk az olimpiai súlyemelés, amit tanítunk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, és igazából ezeknek a keveréke, tehát ez egy ilyen mix. És a maga funkcionális fitness az 6 képességet tesztel, ugye teszteli az állóképességet, teszteli a saját testsúlyt, teszteli az erőt, akkor teszteli az ügyességet, és ezeknek úgymond a keverékét, tehát egy ilyen mixbe szokta összefogni a sportág egy teszten belül. Versenyzői közül elég sok szép eredmény született már. 2 évvel ezelőtt voltunk VB-n, tavaly is voltunk VB-n, és most idén ősszel a fiatalok készülnek az országos bajnokságra, ami igazából kvalifikáció a VB-re, és júniusban most volt nálunk a junior országos bajnokság, 12-en kvalifikáltak a világbajnokságra, ami itt lesz Magyarországon, Budapesten. Van egy ilyen állóképességi rész, itt igazából a gyerekeknek ugye 10 kalóriát kell gyűjteni egy pecsétért. Ugye a másik feladat, amit látok, ez igazából ez egy ilyen vegyes feladat, ugye ebben van egy ilyen kis ügyességi rész, ugye a boxon átlépni, 4 ütemű fekvőtámaszt csinálnak, akkor kell 5 ismétlés guggolni, ugye ez a saját testsúlyos gyakorlat, és akkor megvan egy állóképességi rész, egy ilyen kis ingafutás a
a vége a feladatnak igazából. És akkor itt van egy ilyen húzózkodó rúd, húzózkodó rúdnak hívhatjuk, egy keret igazából egy rúd, itt húzózkodást lehet csinálni. Ez nem annyira népszerű, de azért vannak itt is próbálkozások, elég szépen meg tudták azért csinálni a fiatalok. 10 éve működtetjük most már a termünket, úgyhogy elég ismertek vagyunk így a városban, és elég sok korosztályt lefedünk egészen a piciktől a 80 éves korosztályig, tehát mindenki megtalálja náluk a számítását. És vannak sportolók, akik versenyeznek, vannak, akik hobbi szinten csak rekreáló lesz szempontjából járnak hozzánk, úgyhogy mindenki megtalálja szerintem a számításait nálunk. Igazából itt a kis csapatomból ugye vannak itt a segítőim, akik ugye, ők a juniorok, ők nyertek páran kvótát a VB-re. Szerintem ugye egy egész jó kis összetartás is ez a sportág választó gyerekeknek. És akik kipróbálják azok közül meg, remélem, hogy minél több embert motiválunk arra, hogy mozogjanak, mert ugye a sportnak az lenne a lényege, hogy most nem csak versenyezzünk, de egy egész hosszú életen keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjunk egészségben jól mozogni. Arra születtünk, hogy mozogjunk. Igazából már egészen gyerekként, hogyha megnézzük a gyerekeket, egyre többet, a gyerekként nagyon sokat mozognak, ahogy ugye bekerülnek az iskolapadba, ugye egyre kevesebbet, és azért tehát egyre jobban látszik, hogy mivel mozgásszegény életet élünk, az egyre hatványozottabb a korosztályoknál, és azért gondolom fontosnak, mert tehát akár az izomtömegünket is, meg az állóképességünket is, meg igazából minden olyan életfunkciónkat, tehát a sportot tudjuk megtartani hosszú távon, és ebbe tudunk egészségesen élni. Úgyhogy ez lenne a lényeg, hogy hosszú távon tudjunk mozogni. A sportágválasztó remek lehetőséget biztosított a diákoknak arra, hogy mindenki megtalálja a kedvükre való mozgásformát. Kerámia workshopot tartott a Művelődési Házban Kardos Mária keramikus művész, az ELTE tanítóképző kara vizuális nevelési tanszékének nyugalmazott docense. Az előadásának témája a fazekas korong nélküli edénykészítési eljárások voltak. A fazekas korong nélküli kerámia készítés, más néven kéziformázás, egy hagyományos technika, amely lehetővé teszi az alkotók számára, hogy közvetlenül a kezükkel, egyszerű eszközökkel, például lapítókkal, hurkákkal vagy préselési módszerekkel formálják meg az anyagot. Ezzel a módszerrel szabadabban, intuitívebben dolgozhatnak, mivel nem szükséges a kerékforgási mozgása. Az előadás azokat a technikákat próbálta bemutatni, hiszen óvónőket, tanítókat, rajztanárokat invitáltunk, amihez fazekas korong használata nem szükséges, rajztervi körülmények között megoldható, és hát a saját gyakorlatomból, hallgatói munkákkal próbáltam ezt bemutatni, illetve a gyakorlóiskolában általános iskolás gyerekekkel készített tárgyakkal. És a workshopnak ez lenne még a témája, hogy ilyen egyszerű kis furúja síppal megoldott sípmadarak, meg sípoló madarak, meg sípoló fenekülovacska játékszer készítést, ezt fogjuk megtanulni. Én eredetileg ezt tanultam, iparművészeti főiskolára jártam, de nem kerámikusként, hanem tanárként dolgoztam. Kezdetben napközis tanárként, aztán Szóra Katénusz, Kecskemét, játékműhely, az nagyon-nagyon jó munkahely volt. Gyógypedagógiai főiskolán szakkörvezetőként, nyári táborok vezetőjeként, és aztán később a tanítóképző főiskolán. Szerintem annak nagyon nagy varázsa van, ha valaki kézzel fogható dolgot létre tud hozni. Tehát ebben a nagyon elméletekre és digitalizált kultúrára épített világban annak van egy varázsa, hogy én csináltam. Két kezemmel én csináltam, és azt még használni is tudom. Én nem szakoktatásban dolgoztam, tehát nem kerámikusokat tanítottam, hanem olyan pedagógusokat, akik gyerekekkel fognak dolgozni. Tehát eleve azokra az eljárásokra kellett fókuszálni, ami kevés szaktudás, könnyen beszerezhető eszközöket igényel, és gyerekekkel is megcsinálható. Mindig, amit az ember éppen csinált, itt az előadásban is próbáltam párhuzamokat vonni a hallgatók és a gyerekek munkái között, mert ebben mindig az volt a kihívás, hogy egy-egy eljáráson, technikán, és nem csak a kiosztott agyag mennyiségén kell változtatni, hanem a
az eljáráson is, hogy az mondjuk egy 8 évessel is megcsináltatható legyen. Tehát ezek a kis apró technikai megoldások és ötletek. Ha régi diákkal találkozom, akkor mindenki a pálinkás butellát emlegeti, nem a rajzórai csendélet rajzolás, pedig az is volt, mert ez nyilván nekik is maradandó élményt jelentett. Hát a gyerekek azok szerintem pont ez, hogy a kezemmel tudok valamit csinálni, ennek a bűvöletében élnek, tehát ők nagyon örülnek egy olyan órának, ahol nem frontális előadást kell hallgatni, hanem valamit kézzel lehet létrehozni. Kardos Mária a magyar kerámia művészet egyik kiemelkedő alakja. Elsősorban kézzel formált, egyedi kerámiai ismertek, melyek letisztult formavilágot és finom részletezést mutatnak. Munkáit gyakran inspirálja a természet, az organikus formák és a hagyományos magyar népi motívumok. Nagy hangsúlyt fektet az anyagok megismerésére és a kézműves technikákra. Az országosan is kuriózumnak számító retro garázsavató ünnepségét tartották meg a hétvégén Kaposszegcsőn. A helyszín azért is különleges, mivel nem csak a 70-es, 80-as évek hangulatát idézi meg, hanem Bújtor István filmjeiből is ismerős emléktárgyakat, relikviákat helyeztek ki. Badáczi Csiba Zsuzsanna ismertette a Parrak család által épített Ivanis központhoz tartozó retrogarázs történetét. Ami Kaposszegcsőn a Liget lakótelepen helyezkedik el, ez gyakorlatilag Dombovár és Kaposszegcső között, de Kaposszegcső közterületén van. Gyakorlatilag Parrak Gyuláéknak köszönhetjük, hogy ez megalakulhatott. Ez az ő kezdeményezésük, teljesen az ő fejlesztésük. Kaposszegcső immár több dologban dolgozik Gyuláékkal, több dologban támogatnak bennünket, illetve mi is igyekszünk helytállni az ő ötleteikbe, és hát ez egy fantasztikus élmény, hogy ez itt megnyílhat. Én azt mondom, hogy a Kaposszegcső kulturális életébe, rendezvényeibe, további életébe ez egy szintén meghatározó szerep lesz ez a retrogarázs. Pont azért, mert mi 2020-ban elindítottunk egy olyan Cyclocart kezdeményezést, futamot falunap keretében egy olyan rendezvény, ahol retro kis autók, 20-as, 30-as, 40-es évekbeli autók kis másai futamoznak, versenyeznek, találkoznak itt Kaposszegcsőn. Erre ráépültek, hála Isten már az elejétől a Somogy megyei, illetve a dombovári oldtimerek, és hát mi lehet ennél jobb apropó, hogy itt van egy retro garázs is, és én bízom benne, hogy ez egy térség összefogás lesz. A mai napon itt voltak erdélyi emberek is, akik gyakorlatilag Dombovárnak a testvértelepüléséről érkeztek, és voltak itt már még a megnyitó előtt a mi testvértelepüléseinkről is, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez egy térségi, nemzeti, illetve külföldi összefogással is egy híres dolog lesz a jövőben. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ugye Eötvöscsöpi emlékei itt vannak, és ezért Bújtor Balázs, ugye Bújtor István Eötvöscsöpi megszemélyesítőjének a fia is itt volt velünk. Hát végtelenül hálásak vagyunk a Parag családnak, hogy őt, illetve ezeket idehozta, illetve Somogyvári Jánosnak, a Somogy megyei oldtimereseknek, hogy ez létrejöhetett. Ez nekünk különösen azért is fontos. Egyrészt nekem személy szerint is egy megnyugvás, vagy egy jó érzés, amikor az Eötvöscsöpis filmek hatására ugye elmehet az ember Balatonfelvidékre, és azokat a tájokat látja, ahol így gyerekkorára emlékszik és megnyugszik. És nagyon sok kapcsolat van Kaposszegcső és Balatonfelvidék között is. Például, ahogy említettem beszédemben is, hogy egy kaposszegcsői hölgy csinálta meg ott a kotyogós kávéteraszt, ami egy kicsit Kaposszegcső a Balatonfelvidéken. Ide Kaposszegcsőre egy tanárnő érkezett még férjhez annak idején Balatonfüledről, aki Tihanyba dolgozott. Ezért az iskolát előszeretettel viszik oda osztálykirándulni. Tehát mindig megvan Kaposszegcső és Balatonfelvidék között ez a kapocs, amit ez most még jobban fog erősíteni.
A megnyitón részt vett Bújtor Balázs, a híres színész fia is, aki egy pódiumbeszélgetés alkalmával mesélt apjáról, valamint gyermekkoráról. Nagyon jó volt egyébként, ezt is nagyon élveztem. Próbáltam kulisszatitkokat elmesélni a gyerekkoromból, a forgatásokról, édesapámról. Hála Istennek, nagyon jó és sikert aratott, úgyhogy nagyon jó hangulatban megnyílt hivatalosan is ez a, talán mondhatom, hogy múzeum. Elképesztő. Annyira örülök ezeknek a dolgoknak, főleg a hátam mögött látható autónak és saroknak, de ez mindig, visszamegyek a gyerekkoromba ezek az autók, ugye én ezeket még láttam, bár nem vagyok még annyira öreg, de hogy ezeket láttam még élőben köfögni, és emlékszem mindegyiknek a illatára, főleg a Trabant volt a nagy kedvencem, ez rémesen büdös volt, és mindenki azt mondta, én imádtam, tehát én nagyon szerettem. A édesapámról a sarok az nagyon megható, és lesz még egy szobor is, úgyhogy és jó zenék, és fantasztikus, amit most gyorsan le is kevertek, de nagyon örülök, hogy létrejött, és óriási köszönet Parag Gyulának és családjának, hogy ezt bevállalta, hogy csinál egy ilyet, és hát látszik, hogy azért körülbelül 100-an itt voltak, hogy milyen népszerű még mindig ez a dolog. Úgyhogy nem tudom mitől egyébként, mert ezek az autók nem voltak azért jók, de hát mindenkinek a fiatalsága. Úgyhogy valószínűleg ez lehet a titok. Az ötvöscsöpi filmekkel kapcsolatban játszottam a Hamis a babában, és amikor fölvettem a gázsit, ez egy felemelő pillanat volt. Nem, nagyon élveztem az egészet, és még pénzt is adtak érte, tehát gondoltam, ez egy nagyon jó szakma lenne ez a színészség. De hát sajnos aztán nem az, akkor már a Zeneakadémiára jártam, és maradtam is hegedűs. A gyerekkoromban kapcsolatban pedig, ha már itt retro autók vannak, hogy egyszer most már talán elévült, azzal a Ladával, ami játszik a Pogány Madonnában, mentünk 160-nal, ami egy űresebesség volt annak idején, és eszméletlen, csak egy pillanatig mentünk autópályán lefelé, és persze én követeltem apámtól, hogy nyomjuk neki, de aztán ennyi volt, de hát az valami szenzációs volt. Ma meg minden kis kategóriás autó is simán tudja a 160-at. Úgyhogy, de nem baj, az valahogy az valami isteni volt. Somogyvári János, a Somogy Klasszik Oldtimer Egyesület elnöke és díszvendégként kapott meghívást az eseményre. Ami itt ma történt, ami történik folyamatosan, ez egy akkora lépés a veteránjárműves társadalom szempontjából, főleg a régióban, ahol hasonló kezdeményezést se tudunk említeni. Ráadásul ez egy retro gyűjteménnyel, egy Bújtor István emlékhelyel kiegészítve egy fantasztikus dolognak a létrejöttének lettünk ma tanúi. Szinte borsózik a bőröm, ahogy itt a történések eszembe jutnak a mai napon. Azt gondolom, hogy itt valaminek nagyon egy nagy svunggal belekezdtünk, egy nagy lendület kapott szerepet most a tulajdonos által, és egy picit meg is vagyunk hatódva itt, akik itt egy picit jobban belelátunk ennek a helynek a létrejöttébe, hiszen mi tudjuk ezt, hogy ez nem elsősorban talán nem is a közönségnek készült, hanem amikor itt megorrolták a helyiek, hogy itt mi is történik, mi is van valójában, és futótűzként terjedt el a híre, akkor nem volt mese, és ezt közösségi helyé kellett előléptetni, avanzsálni. És ez a gyűjtemény, ezek a tárgyak, amik itt fel vannak halmozva, ezek olyan időségben, vagy olyan korba repítenek bennünket vissza, már legalábbis magamra gondolva 50 fölött, amik hát elérzékenyítik az embert, mert annyira szívhez szóló emlékek ezek. És mivel hogy nem csak én vagyok így, és nem csak engem fogott ez meg, hiszen látszik az itt jelenlevő tömegen, én azt gondolom, hogy ennek nagy komoly jövője van még itt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ez itt van és létrejött. Pinter Szilárd, Dombóvár polgármester is megtartotta ünnepi beszédét. Azt gondolom, egy megható pillanat volt, és nyilván ez egy nagyon furcsa kezdés részemről,
de egy olyan retro világba csöppentünk bele, aki mindenkinek a fiatalsága jutott eszébe. Itt olyan tárgyak lesznek engem körül, amelyek természetesen mindenki számára ma már láthatók, de fiatalságukat nem úgy élték meg, hogy ezek használati tárgyak voltak. Nagyon sok tárgyról személyes élmények is eszembe jutnak, hiszen egy Skoda, egy Lada, egy Warburg hozzátartozott a mindennapjainkhoz. Én nagyon remélem, hogy ez a ma megnyitott retro garázs nagyon sok látogatót vonz, és nagyon sok fiatal megnézni ezeket az eszközöket. Ugye itt volt egy évszám, hogy 80 előtt, aki született. Én azt gondolom, hogy igen, 80 előtt, aki született, az itt feltöltődik. Nyilván az érzelmek előkerülnek, de azt gondolom, hogy ez a fiatalabb generációnak is egy tartalmas időtöltés lehet. És remélem, hogy nagyon sokan ide fognak jönni. Újabb 5 éves ciklus zárt a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. A 16 településből álló közösség utolsó ülését szeptember 26-án Dombováron tartotta. Picit szomorúnak nevezte az eseményt Pintér Szilárd Dombovár polgármestere, mind a Kaposmenti Társulás, mind a Dombovári Szociális Társulás tekintetében is zárul egy időszak, hiszen október elején alakulnak az új testületek, és ezzel egy időben az új társulások is. A mai nap egy picit ünnepélyes is lesz, hiszen van 5 polgármester kollégám, aki úgy döntött, hogy már nem indul a megmérettetésen, és nyilván megkezdik békés civil életüket. Van, aki új pályára megy, van, aki nyugdíjas lesz, és nyilván otthon fogja tölteni az idejét unokájával, a szerencsésebbek. Remélem, hogy jó szájízzel válunk el egymástól, hiszen egy elég tartalmas, mozgalmas 5 évet tudunk magunk mögött. Isten igazából, talán azt sem mondanám, hogy ez a legboldogabb 5 évünk volt, hiszen pandémia volt, orosz-ukrán háború hatásai éreztük nap, mint nap. Maradjunk annyiba, hogy ez egy küzdelmes ciklus volt. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező év sokkal több örömet rejteget számunkra, mint az elmúlt időszakban tapasztaltunk. Az elköszönőknek jó erőt, egészséget fogok kívánni, és nagyon remélem, hogy nem felejtenek el minket, és mindig jó emlékkel őrzik ezt a néhány évet, amit együtt töltöttünk. Az ülésén résztvevők abban mind egyetértettek, hogy egy küzdelmes időszakot tudnak maguk mögött. Valamikor a kis térségek alakulása a 90-es évek végén történt kormányrendelet szerint. Erre az időszakra tehető a Dombóvár és a környező 15 település első együttműködése is. A Kaposmenti Társulás az 2015-ben jött létre, amikor úgy döntöttek a falvak, hogy Dombóvárról leválnak, és megpróbálnak önálló életet élni. Ez a visszarendeződés 2019-ben történt meg, amikor jó magam, aki addig elnöke voltam a Kaposmentinek, Dombovár város polgármestere lettem, és nagyon remélem, hogy soha többet ez a törésvonal nem fog kialakulni, hiszen nem őrzi senki jó emlékét annak a ciklusnak, amikor a város és a 15 település külön utakon járt. Nagyon remélem, hogy október második felében, valamikor ott 20-a és 30-a között meg tudjuk tartani az alakulülésünket. Nyilván, amit említettem is már, remélem, hogy ez egy örömteli időszak lesz, hiszen a 2021-27-es fejlesztési ciklusnak a közepén vagyunk. Remélem, hogy a toppos pénzek végre Brüsszelből megindulnak, és egy elkövetkező időszakban nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztéseket tudunk végrehajtani az egész térségben. Brunner Dezső Várong leköszönő polgármestere 30 éve tagja a társulásnak. 1994 óta vagyok Várong község polgármestere, éppen most, ugye 30 éve, most éppen már tovább, ugye én nem leszek választottak egy új polgármester, de hát most már nem is bánom, mert 30 év nagy idő, és azóta tagja vagyunk mi a kistérségi társulásnak is. Nagyon fontos szerepet töltött be a kis falvak, de a nagyobb faluk életében is ez a társulás, mert ő szervezte a dolgainkat, és ilyen kicsi kis falu nem tudna sok mindent megcsinálni, de azért egy ilyen nagyobb formában azért mindent el tudtunk érni, amit szerettünk volna is, sokkal kedvezőbben, sokkal kevesebb pénzért, mert bizonyos összeget kellett fizetni, de ezek csak inkább ilyen jelképes összegek voltak, de ugye voltak pályázatok, azért segítették a munkánkat. Én megmondom őszintén, meg voltam elégedve mindig a társulás munkájában, nem voltak olyan dolgaim, hogy na most aztán én kilépek meg, mit tudom, én nem tetszik. Jó volt, és szerettem is csinálni, és javaslom is a utódomnak, hogy lépjen be,
és folytassák ezt a munkát tovább. Az alig 130 lélekszámú várunk polgármestere elégedetten vonul vissza. Nekünk nem volt olyan gondunk, hogy a legtöbb önkormányzatnak, hogy napi filléres gondjai vannak, nekünk azért nem volt. Tehát az iparizési adó, foglalkoztunk a faluban zöldségtermesztéssel 13 évig, kertészkedéssel, ezt is támogatta ugye az állambácsi, és sokan dolgozhattak ott, de már erre nem nagyon van ember, és ebből is jó kis bevételt szoktunk csinálni, egy olyan 2 millió forint körű. És hosszú távon ez azért elég sok pénz. Én nem panaszkodhatok, azt mondom, mert sokan, hogy mi jár az meg minden. Nekem nem volt gondom. És azt mondtam éppen most, hogy leköszöntem, hogy ugye 30 évig voltam, 3 évtized, 4 század, ez egy nagyon, nagyon hosszú idő, de azt csináltam egész életemben, amit szerettem. Tehát én nem főállású polgármester voltam soha, hanem tiszteletdíjas. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Dombóvári magazinunkat látták. Viszontlátásra!